Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőit itt az ünnepi beszélgetésekben, és ahogy azt már megszokhatták itt az elmúlt napokban, folyamatosan egy kicsit visszatekintünk az idei esztendőre, értékeljük azt, és hát természetesen előre nézünk a 2018-as évre is. Stúdiónk vendége Stegerval Tibor, a Deponia ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük sokkal, jó estét kívánom. Hogyha mondjuk a 2017-es évet egy szóval vagy szlogennel kéne jellemezni, akkor a Deponia életében mit jelentett ez az év? Hát ha egy szóval kéne jellemeznem, akkor azt hiszem a változás, ezt a szót mondanám. Hogyha egy mondattal, akkor a közösen egy zöld úton, ugye ez a szlogenünk, amit az idejében választottunk, én azt gondolom, hogy ez ebben sok minden benne van a zöld szín, igyekszünk a környezetünk megóvásáért dolgozni, és hát, hogy közösen, tehát ebben úgy gondoljuk, hogy nem csak nekünk van dolgunk, nekünk nagyon sok dolgunk van, nekünk ez a fő feladatunk, de azt gondoljuk, hogy ebben a lakosságnak és mindenkinek, aki hulladékot termel, vagy egyáltalán bármi köze van a hulladékképződéshez, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ebben közösen van feladatunk. Mi a tapasztalat egyébként, mennyire környezettudatos a lakosság, mennyire sikerült ez a szemléletformálás, vagy hol tartunk ezen az úton? Én azt gondolom, hogy nagyon sok változás volt ebből a szempontból az elmúlt, most már mondhatjuk, hogy évtizedekben. Én magam is, meg a cég, amelyet képviselek, is nagyjából 20 éve foglalkozik azzal, hogy már ne csak összegyűjtsük a hulladékot és lerakjuk a hulladéklerakóba, hanem kezdjünk valamit a hulladékkal. És azt gondolom, hogy azért ebben, ahogy dolgozunk, ahogy telik az idő, és erre sok időt és energiát is fordítunk, a lakosság és mindenki, aki hulladékot termel, egyre inkább környezettudatosabb, és azt gondolom, hogy a szemlélet, ha nagyon lassan is, tehát most egy 20 éves ciklusról beszélek, vagy időszakról, ha nagyon lassan is, de változik. Amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni a 90-es évek közepe tájékán, hát az első hulladékgyűjtő szigetek, szelektív szigetek hát nem sok mindenre voltak használatosak, legalábbis a cél érdekében nem nagyon. Minden másra használták az emberek, csak arra nem, hogy szelektív hulladékot gyűjtsenek bele. Azért ez ma már másként van, ma a szolgáltatási területünkön éves szinten 6000 tonnát gyűjtünk ebből az anyagból, és hogyha valaki megemeli azt a zsákot, amiben gyűjt, akkor azért azt érzi, hogy mondjuk fél kiló lehet egy ilyen zsák. Tehát nagyjából vissza lehet osztani, hogy ez a 6000 tonna, ez mondjuk egy ilyen gyors fejszámtannal, ilyen átlag számmal mondjuk 12 millió ilyen zsák éves szinten. Tehát nagyon-nagyon sok, ez óriási fejlődés. Persze, ha azt is megnézem, hogy mihez képest, tehát hogy hová kéne fejlődni. Éves szinten az országban, országos szinten beszélünk, akkor olyan 1 millió tonna csomagolóanyagot bocsát ki az ország. Ennek nagyjából olyan 15%-a lehet az, ami országos szinten a szelektív hulladékgyűjtésből visszagyűjtésre kerül. Hát ha ezt nézem, akkor pedig azt kell mondjam, hogy még nagyon-nagyon sok fejlődni valunk van. A többiben mi történik egyébként? Nem szelektíven gyűjtik, vagy illegális lerakókra viszik, vagy erről mit lehet? Igen, hát ez nem azt jelenti, hogy csak 15% kerül újra hasznosításra. Ez a szám, ez a szelektív gyűjtésben, lakossági szelektív gyűjtésben visszagyűjtött számokat jelenti. Az összességében visszagyűjtés azért ennél jóval jobb számokat mutat, hisz jó része ipari gyűjtésből visszakerül, egy része már hulladékból visszaválogatásra kerül, tehát ennek többszöröse hasznosul valójában. Az előbbi szám ugye a szelektív gyűjtés. Nagyjából 50-60% körül van jelenleg az előbbi 1 millió tonnához képest ez a újrahasznosításra kerülő mennyiség. Hát a többi az egyrészt a kályhákban, nyilvánvaló vegyes tüzelésű kályhákban, másrészt pedig a vegyes hulladékban, válogatás nélkül, ahol ez nem történik meg, bekerül a hulladéklerakókba. Tehát ebben még nagyon-nagyon-nagyon sok feladat van. Hogyha a Deponiát nézzük, akkor ugye sokan azt gondolják, hogy csak Székesfehérváron tevékenykednek, de ez nem így van, hanem egy hatalmas területen dolgoznak az önök kollégái. Így van. Mi azt gondolom, egy közepes méretű közszolgáltatónak számítunk. Jelenleg 300 000 embert látunk el, tehát Székesfehérvár
háromszorosát lakosságszámban, természetesen hozzátartozó ipari ügyfeleket is, ez mindez 64 településen. Tehát mi igazából a nagyjából mondhatjuk, hogy néhány települést leszámítva az M7-es vonalától északra, a Balatontól a fővárosig tevékenykedünk, nem kizárólag mi vagyunk ezen a területen, de nagyjából ezzel írható le a szolgáltatási területünk, tehát egy eléggé nagy kiterjedési terület. A szolgáltatások kapcsán mi az, ami mondjuk kihívást jelent még az önök számára? Mi az, ahol mondjuk a lakosságnak mindenképpen változtatnia kell a szemléletén? Ezt hogyan értékeli, hogyha nézzük mondjuk a 2017-es évet? Mik voltak a legnegatívabb dolgok, és mik voltak a legpozitívabb eredmények? Hát részünkről a legnegatívabb azt gondolom az a hétköznapi küzdelem egyrészt az elemekkel, tehát a kollégáimról beszélek, akik a napi hulladékgyűjtést végzik. Ez a télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, tehát őnekik azért ez nagyon-nagyon nagy kihívás. Nagy kihívás, nagy feladat az, hogy egyre inkább próbálunk több frakcióval szelektívebben gyűjteni, tehát már nem csak vegyes hulladékgyűjtés van, hanem zöld hulladékgyűjtés, külön üveghulladékgyűjtés, és tehát azt gondolom, hogy ezek mind, ezek ráadásul különböző helyszíneken, különböző gyűjtési módokon, tehát ezekhez úgy felnőni, hogy a lakosság elégedettségére tudjuk elvégezni ezt a feladatot, ráadásul egy nagyon-nagyon öreg eszközparkkal, illetve nagyon-nagyon öreg és elavult létesítményhálózattal, az nagyon-nagyon nagy feladat, én azt gondolom. Hát a lakosságnak szerintem legnagyobb fejlődni valója az előbb taglalt szemléletváltozásban, további szemléletváltozásban van. Nem mindenki, tehát ma még messze mondható, nem mindenki gyűjt szelektíven. Aki gyűjt, ott is még a minőségben lehetne változtatni. Erre vonatkozóan igyekszünk azért segíteni, különböző kampányokat folytatunk, iskolákat megkeressük, tehát ebben én azt gondolom, hogy igyekszünk segíteni, de ehhez kell az egyén hozzájárulása is. Van egyébként különbség például a családi házas övezetek és mondjuk a lakótelepi övezetek között, vagy semmi? Szerintem van, bár nehéz őket a mi szempontunkból összehasonlítani. A lakótelepeken az, hogy közös edényben gyűjtenek a lakosok, és mindezt nem a saját háztartásukban, saját udvarukon teszik. Ez azt gondolom, hogy egy kicsit a felelős szemetelést, vagy felelős hulladékgyűjtést, azt egy kicsit mutatja. Ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy jobbaknak mondható a családi házakban élő emberek, illetve én azt gondolom, hogy a körülmények másak, tehát nem az embereket minősíteném természetesen, mások a körülmények, és ebből fakadóan felelősebbek, vagy kevésbé felelősebbek. Talán nagyobb az egyének felelőssége a családi házas részeknél. Igen, azt gondolom, hogy így van. Említette az eszközparkot, azért volt ebben is előrelépés, nem? Igen, volt, és hát ami jövőre nézve egy nagyon nagy lehetőség is, illetve várjuk is, hogy megvalósuljon. Tehát lesznek 2018-ban fejlesztéseink. Voltak kisebb mértékűek az elmúlt időszakban, pont azért nem is volt nagyobb, mert várjuk azt a bizonyos nagy projektet. Ez a Közép-Dunavidéki Önkormányzati Társulásnak a hulladékgazdálkodási projektje, ami mind létesítményben, mind eszközparkban azt mondom, hogy soha nem látott fejlesztést fog megvalósítani, hisz lényegében a teljes szállító gépparkunk le fog cserélődni. Nagyjából azok a gépeink maradnak a régiek közül, amik legfeljebb 5 évesek. Amik most újnak számítanak. Igen, amik most újnak számítanak, ebből van tavalyi beszerzés, tehát minden évben volt néhány gépjármű, de hát azért ma már átlagban 30 darab kukásautó megy ki minden nap a telephelyünkről. Ha itt néhány új gépről és sokkal több 20 éves gépről beszélünk, akkor sajnos ez azt mutatja, hogy nagyon-nagyon elavult. Illetve ami talán még fontosabb, azt gondolom, ami minőségben fog a hulladékkezelésben változást hozni, az, ami csalai telepünkön fog megvalósulni. Olyan hulladékválogató létesítmények, amik egyrészt az elavultat pótolják, tehát ennek a 6000 tonnának az eddiginél egyébként sokkal jobb minőségű gépek által történő feldolgozásával valósul meg. Másrészt pedig
a vegyes hulladék is kezelésre fog kerülni. Tehát most csak egy nagyon kis arány, körülbelül mostani beérkező vegyes hulladéknak körülbelül a negyedét kezeljük valamilyen módon, a többi nem tudjuk másképp megoldani, egyből lerakóba kerül. Azt követően, hogy ez a létesítmény megvalósul, onnantól kezdve lényegében minden hasznosítható eleme ki fog kerülni a vegyes hulladékból, és én azt gondolom, hogy nekem a személyes tervem az, egy vezetői célom, mondhatjuk így is, ez olyan szebben hangzik, hogy 2023-ra nagyjából a mi általunk begyűjtött hulladékból nulla lerakás legyen. Ha azt nézzük, hogy most olyan 70% körül vagyunk, hát ez egy óriás. Tehát több 10 000 tonnáról beszélünk, ami néhány év múlva már nem kerül, és onnantól kezdve nem élem, hogy örökké valóság így lesz, nem kerül lerakásra. Tehát ez egy óriási változás. És ehhez nyilván kell humán erőforrás is, mondjuk egy cég életében. Itt az elmúlt napokban gazdasági élet különböző szereplőivel beszélgettünk, mondjuk a depóniát érinti az, hogy munkaerőhiányt tapasztalnak. Van-e megfelelő utánpótlás? Mi a helyzet? Hogy látják ezt a kérdést? Hát ezt nagyon borúsan látjuk. Azt gondolom, hogy nem láttam ezeket a műsorokat, vagy mindegyikét nem, de azt gondolom, hogy hasonlóan a különböző ágazatoknak a szereplőivel. Nagyon-nagyon rossz a helyzet. Mind a fizikai, mind a szellemi állomány tekintve azt gondolom, hogy úgy tapasztalom. De azért legelső sorban és minket legérzékenyebben érintően a fizikai dolgozói körökben. És azon belül is a szakképzett fizikai dolgozói körökben, tehát mind nagyon nehezen találunk gépjárműszerelőket, sofőrökkel is meglehetősen sok problémánk van, hogyha elmennek, hogy hogyan pótoljuk őket, de a kvalifikált szellemi állománnyal, mérnök emberekkel szintén gondjaink vannak, hogy hiányt szenvedünk belőlük, és nagyon-nagyon nehéz pótolni. És azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon öregszik az állományunk, tehát van olyan területünk, ahol bőven 50 év fölötti az átlag életkor, és nem tudjuk, hogy mit fogunk tenni 10 év múlva, úgyhogy ebben nekünk nagyon-nagyon nagy változás kell a mi fejünkben, hogy hogyan oldjuk meg az utánpótlást, hogy hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy már az oktatás során beszálljunk az utánpótlás kinevelésébe és az új munkaerő megszerzésében. Ez egy, akár mondhattam volna az előző kihívások menüpontnál is, hogy ez egy komoly feladat és egy új szemléletet kíván tőlünk. Ha már az oktatást említettél, illetve a szemléletet, akkor mondhatjuk, hogy a kifejezetten a gyerekekre is van olyan kampányunk, ami az ő szemléletformálásukra irányul. Így van. Évek óta igyekszünk elsősorban az iskolákon keresztül megtalálni a gyerekeket. Iskolákkal, szinte majd mindegyikkel a szolgáltatási területünkön, de Fehérváron lényegében mindegyikkel van szerződésünk, ami szemléletformálásra, hulladékgyűjtési akciókra, ismét visszatértünk a kampányszerűre, amiben igyekszünk támogatni. Oktatásba, amennyire tudunk, igyekszünk beszállni, különböző egyéb szemléletformáló akciók, a teszfutás például, ugye, ami környezetvédelmi világnap alkalmával kerül megrendezésre, és még elég sok ilyen programban igyekszünk részt venni, ahogy a szelektivitást, a jó hulladék termelést, vagy a szemetelést igyekezzünk megtanítani a fiatalságnak, hiszünk abban, hogy rajtuk keresztül kellene a teljes társadalmat megtalálni, de ez sem könnyű. Tehát látjuk azt, hogy van egy korosztály, nagyjából az általános iskola, ott is inkább az alsó tagozat, maximum 6. osztályig, akiket könnyű megtalálni. Ovisoknál a szülők még nagyon lelkesek, tehát ott a szülőket tudjuk egy kicsit jobban motiválni, és utána sajnos azt tapasztaljuk, hogy olyan 7.-8.-tól fölfelé már sokkal másként kell. Hiszek abban egyébként, hogy őket is meg lehet fogni, meg lehet találni, de ott már ezeket a újszerű eszközöket kell, meg csatornákat kell megtalálni a gyerekekhez, meg a fiatalokhoz. Ez ugye egy néhány kampány és akció neve már szóba került, de akkor mondhatjuk azt, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében is tevékenykedik a depónia.
Abszolút, abszolút így van. Tehát mi hiszünk abban, hogy kell segíteni másokat információval, vagy a rászorulókat is, az már megint egy új terület, egyéb segítséggel. Tehát szeretünk növényeket ültetni, szeretünk egyéb olyan segítséget folytatni, ami úgy gondoljuk, hogy hasznos, önzetlen, de talán az, ami legjobban esik nekünk, vagy nekem személyesen biztosan. Kicsit már érintettük a jövőre vonatkozó, illetve a hosszú távra vonatkozó terveket. A 2018-as évtől mit vár? Hát ettől az előbb említett projektől nagyon sokat. Azt gondolom, hogy ennek a megvalósítása az számunkra létfontosságú. Van egy másik projektünk, ami szintén nagyjából a jövő évben kell, hogy megvalósuljon, vagy annak nagyon nagy része. Eldöntésre került, hogy a Sörház térről a teljes társaság ki fog költözni a Csalai telepre. Ennek költözködtek már néhányszor itt az elmúlt években. Igen, így van, ez egy újabb költözés, és nagyon remélem azt, hogy ez egy hosszantartó, hosszú távú megoldás lesz. Ugye az a projekt, amiről már az előbb beszéltem, az egy olyan volumenű, ami miatt mindenképpen nagyon-nagyon fontos az, hogy az egész társaság egy helyen legyen. A folyamatszabályozás, nyomonkövetés, ellenőrzés, illetve a szemléletformálásnak a helyszíne is az lesz leginkább. Ezek miatt ez nagyon-nagyon fontos. Ez egy óriási nagy beruházás. Ugye a költözésnek, feltételeinek egy jó része megvalósul az előbb említett KDV projektben, a többit pedig saját forrásból, illetve város segítségével, városi forrásból fogjuk megvalósítani. Az optimista tervünk az 2018 vége. A kevésbé optimista, mondjuk az, hogy a reális, az mondjuk 2019 év közepe. Akkor 2018-ban dobozolnak? Még nem, az inkább 19 valamelyik időszaka lesz. Hát ez egy komoly feladat, komoly építési projektekről beszélünk. Úgyhogy ennek a kivitelezése nagyon-nagyon fontos. Itt az ünnepi időszakban az is hagyomány már itt az ünnepi beszélgetésekben, hogy egy kicsit a civil életbe is kitekintünk. Milyen hagyományok vagy tradíciók vannak, ami mondjuk az önök családjában a karácsonyhoz, szilveszterhez kötődik? Hát nekem személyesen nem könnyű ennek az időszaknak a menedzselése. Összesen 5 gyermeket számálok, hogyha hazamegyek és úgy jól körülnézek. Bár nem mindig vannak együtt, mert ez két családban realizálódik, ilyen a manapság ugye eléggé sokszor előfordul. Úgyhogy arra igyekszem nagyon-nagyon odafigyelni, hogy a hétköznapok során is, de azért az ünnepek során még inkább minél többet együtt legyek az összes gyerkőccel, meg hogy ugye a család együtt legyen, ez nagyon-nagyon fontos. Párom, ő erdélyi származású, úgyhogy a évvégi ünnepeknek egy kötelező része a utazzunk Erdélybe, ami szerintem mindenkinek egy nagyon vonzó lehet. Ez egy vonzó. Így van, ráadásul még nekem nagyon sok, ugye korábbi időszakban több évet töltöttem munkából kifolyólag, tehát sok évig dolgoztam ott, ezért nekem 1000 szálon kötődéseim vannak oda, úgyhogy ebben az időszakban a barátokkal való találkozás, programok szervezése, ez is egy nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy sok utazás, sok mozgás, család, barátok, nagyjából ennyi. Úgyhogy mozgalmas lesz, és remélem kellemes. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kellemes időszakot kívánok mindehez, amit elsorolt. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom. Nézőinknek pedig megköszönjük a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!